Szijjártó Péter visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint kapcsolat lehet a Magyarországra érkezett azeri dollármilliók és a magyar külpolitika döntései között. Az átlátszó írta meg, hogy éppen abban az időben érkezett 7 millió dollár egy magyar bankszámlára, amikor a kormány kiadta az azeri baltástilkost. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke magyarázatot vár a jövő heti ülésen a most felmerült kérdésekre. A DK azt szeretné, ha Orbán Viktor tisztázná magát, kapott-e pénzt az azeri megvesztegedési alapból. Azeri pénzmosodának nevezte az átlátszó azt az offshore céghálózatot, amelyen keresztül az ország kormányzati és üzleti elitje európai politikusokat fizetett le, és más tranzakciókat bonyolított. A pénzből Magyarországra is jutott, egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint 7 millió dollár érkezett 2012-ben. Éppen akkor, amikor a magyar kormány kiadta Bakunak az azeri baltásgyilkost. Ezt a lehető leghatározottabban visszautasítom. Szijjártó Péter szerint sumákol, aki összefüggést lát a magyar külpolitikai döntések és a gyanús pénzmozgások között. A lehető leghatározottabban visszautasítok minden olyan sejtetést, vagy minden olyan sumák utalgatást, ami magyar külpolitikai döntések és az említett valószínűleg nemzetközi bűncselekmények megvalósítása közötti kapcsolat feltételez. A DK szerint legalábbis gyanúra ad okot a miniszterelnök bakui látogatásának, a baltás kiadatásának és a pénz átutalásának időbeli egybeesése. A DK ennek alapján felszólítja a miniszterelnököt, tisztázza magát a gyanú alól, hogy a szabadon bocsátásáról milliárdos megvesztegetés fejében intézkedette, és ha igen, akkor mennyi pénzt kapott ezért Orbán Viktor? Az új információk azt indokolják a szocialista Molnár Zsolt szerint, hogy az ügyet megtárgyalják a Nemzetbiztonsági Bizottság jövő keddi ülésén. Ennek a végére kell járni, és nem beszélhet mellé a kormány, nem hazudozhat. Világos válaszokat várunk mind a kiadatásra, mind a pénzmozgásokra. Az együtt kérdéseivel Pintér Sándor titkos szolgálatokat is felügyelő belügyminiszterhez fordul. Vélhetően összefüggés lehet a között, hogy Orbán Viktor ott tárgyal, szabadon bocsátják ezt a gyilkost, majd pedig 7 millió dollárnyi pénz megérkezik egy titkos, vagy hát kenőpénzek átadására szolgáló bankszámlára. Az LMP Szijjártó Pétertől és Sesták Miklóstól kérdez majd, a Párbeszéd vizsgálatot sürget az ügyben. A témával kapcsolatban a híradónk után kezdődő egyenes beszédben Remcsák Zsuzsa további részleteket tudhat majd meg az üggyel kapcsolatban Molnár Zsolttól, mert hogy vendége lesz a műsorban.